Egy párperces vizsgálattal már kiszűrhető a szürkehályog a szemésznél. A betegség a szemlencse elszürkülését okozza, a kialakulás pontos okát azonban még nem tudják a szakemberek sem. Számtalan dolog előidézheti a megbetegedést. Az egészségtelen életmód, az alkohol, a dohányzás, rendszertelen vagy túlzott használata, fogyasztása, ezen kívül az úgynevezett antioxidánsok, különböző vitamin tabletták túlszedése vagy aluldozírozása, a napfény, az UV-sugárzás, különböző terápiás, gyógyszeres kezelések. Rendszerint az egyik oldalon kezdődik a szemlencse elszürkülése, amit sok esetben a páciensek nem is érzékelnek. A szürke hályog fájdalmat nem okoz. A betegek ahhoz szokták hasonlítani a problémát, mintha egy vízfüggönyön keresztül néznének. A betegséget a szakember szerint megelőzni nem lehet, de késleltetni igen. A hajlam azonban akár örökölhető is. Meggyógyítani sem lehet konzervatív kezeléssel, csak sebészi beavatkozással. Régen ezeket a beavatkozásokat akkor végeztük el, amikor már teljesen elszürkült a szemlencse. Ma már olyan korszerű és olyan jók ezek a műtéti technikák, hogy akkor is elvégezhető, hogyha a beteg életmódját, a mindennapokat zavarja. Tehát kevesebb látásromlás esetén is javasolhatóak ezek a műtétek. A szürke hályog esetenként lehet a páciens veleszületett betegsége, de legtöbbször 50-60 éves korban alakul ki. Étrendváltoztatást és pirosbogyós gyümölcsök, zöldségek fogyasztását javasolja a szakember a folyamat lassítására, azonban ezek hatása nem bizonyított. Szemészeti értelemben a vakság azt jelenti, amikor fényt sem látnak a betegek. A szürke hályog esetében azonban a szem belseje egészséges marad, viszont a lencsén kialakult vízfüggöny hatású réteg miatt a látás élesség annyira lecsökken, hogy a páciens mindennapi tevékenységeit is zavarja.